Jól gazdálkodott a város tavaly a vagyonával, amelyet jelentős mértékben sikerült növelni is. Árult el Szemerei Népataki Klaudia a kötetlen hangulatú szerdai sajtóreggelin. Mint a polgármester kifejtette, Kecskemét nemzeti vagyonba tartozó vagyon növekedése 10 milliárd forint volt az elmúlt évben. Ez azért is jelentős szám, mert ebben nem tartozik bele az önkormányzat cégeinek vagyona. Amortizációként 296 millió forint jelent meg az árszámadásban, ennek azonban többszörösét fordították állagmegóvásra, felújításra. Szépen alakultak a város bevételei is. 1,6 milliárdnál több adóbevétele, összességében pedig 12,6 milliárdot meghaladó bevétele realizálódott az önkormányzatnak a tavalyi évben. 600 millió forinttal fordítottak többet városüzemeltetési feladatokra, mint 2017-ben. A bérek emelése 380 milliós tételként jelent meg az árszámadásban, a sportszervezetek támogatása pedig 150 millió forinttal emelkedett. A különböző típusú szervezeteknek nyújtott önkormányzati támogatás 1,3 milliárd forint volt. Így összességében 185 milliárddal gazdálkodhatott Kecskemét tavaly. Hitelfelvételre nem volt szükség. A holnapi közgyűlésen döntenek a Kecskeméti Közlekedési Központ működésével kapcsolatos kérdésekről is. A polgármester tájékoztatása szerint három nagy feladatköre lesz a társaságnak. A központ végzi a jövőben a forgalom és menetrendfejlesztést, valamint a tömegközlekedés üzemeltetését. Ezen felül pedig vagyonüzemeltetési feladata is lesz. A központ működésének ezévi ellátására 130 millió forintos költségvetést irányoztak elő.